Zeneiskolás gyerekek, hál' Istennek, nyáron is nagyon szeretnek táborozni jönni, úgyhogy most vonós hangszeres, illetve zongorista gyerekek vannak táborba, Marian tanárnő, illetve Ján Boglárka tanárnő vezetésével. Ők szóló darabokat is tanultak meg, majd hát a koncerten is látszik, hogy kamaraprodukciók is fognak elhangozni ezen a kis rendezvényen. Itt lehet látni ilyenkor a gyermekeken, mekkora lelkesedéssel táboroznak. Hát az az igazság, hogy én az irodában ülve azt hallottam, hogy reggel 8-tól délután 4-ig folyamatosan zenéltek, tehát nagy lelkesedéssel tanulták a darabokat. Persze ezek között van olyan, ami már nem új darab, de van, amit itt a tábor alatt gyakoroltak ki annyira, hogy most már előadható formában vannak. Én annak örülök, hogy a zenélés az nekik teljesen természetes, tehát hogy ez nem egy olyan tanulnivaló, ami az év végével véget ér. Nekik hiányzik nyáron a zenélés. Tehát és ez jó dolog, mert ez az egésznek a lényege. Nagyon jó kapcsolat van a református templommal, illetve a református közösséggel, és nagyon örülünk nekik, hogy ők ilyen nyitottan állnak hozzá a művészeti rendezvényekhez. Ebben az évben volt egy vonos tehetségnapunk már, de a koncertjeink egy jelentős részét is itt ebben a nagyon szép környezetben tudjuk tartani, úgyhogy ezt nagyon köszönjük nekik.